Szeretettel köszöntöm ismét Önöket, eltelt egy év, hát öregedtünk egy évet. Simon Zsolttal beszélgettünk tavaly a telepítés első éves tapasztalatairól, és hát elkövetkezett a második év, és most 2014. augusztus 24-én megtekintettük a területet, és fantasztikusan gyönyörűek a bodzák. És azt szeretném megkérdezni Zsoltól, hogy ebbe az évben milyen kezelések, vagy milyen tevékenység folyt itt ezen a területen? Én visszamennék a tavalyi évbe. Akkor még kapott ősz végén egy lezáró permetezést ez a 2 hektáros terület. Hosszú meleg őszünk volt, és emiatt a növekedést kellett leállítani, hogy kellő időben lehullajtsák a levelüket, tehát ne a fagy. Tehát maga a lezáró permetezés is ezt jelenti. Ezt jelenti, igen, ez a lezáró permetezés. Tehát a télen volt a visszametszés, ami azt jelentette, hogy a tavaly megnőtt hajtásokat, ágakat két szemre visszametszettük. Ez azért van, mert a tavalyi ágak nagyon szétfele húzottak, ezekből törzset ugye nem tudtunk meghagyni, viszont a visszametszett csonkokból idén, ahogy látjuk is, az égfele törő, különböző fogba fölfele törő ágak vannak, amikből már tudunk törzset hagyni ez év végén. De nagyon szépek és fantasztikus. Igaz, amint ma említettem is, hogy a idén azért nem panaszkodhatunk a vízzel, tehát rendesen esett egyenletesen egész jár, volt ahol még több is. Tudva levőleg ez egy gyökérítató sor itt a hátunk mögött, és nem tudom mennyire emlékeznek rá, úgy lett telepítve az egész terület, hogy 3 1 éves és 3 2 éves szabad gyökerű csemete lett terültetve, és ahogy itt előtte állunk, nagyon-nagyon pici különbségeket lehet észrevenni a 1 és a 2 évesek között. Igen, azt látjuk, hogy amiben a tövekhez, ahova gyökérítatót tettünk, ott egy nagyon halvány hullám van, ha messziről nézzük, nagyon halványan látjuk ezeknek a különbségét, tehát szinte összenőtt az egyéves gyökérítatós csemete is a 2 évessel, viszont a mögötte lévő sorokban, amik már kontrollsorok, azok, tehát itt mögöttem látszódnak jobban már jobban, ott végig az összes sorban ez látszódik, sokkal élesebben látszódik ez a tagozódás. Valahol akár fél méteres különbséget is lehet látni. Míg az első sorban, ahol ugye a gyökérítatót beletettük, ott csak egy halvány, messziről nézve egy halvány hullámot lehet látni. Ez a 2014-es év volt, hát úgy néz ki, hogy jövő évben lesz az első betakarítás, ez mikor lesz? Ez jövő év augusztus vége, szeptember elején történhet az eddigi tapasztalatok alapján. Ez oly módon, hogy amit télen metszéskor meghagyunk ágakat, azok fognak jövőre termést hozni, és ezeket le is fogjuk tudni mérni így ezen a 2 hektáron. A gyökérítatós és a nem gyökérítatós soroknál így össze tudjuk hasonlítani, milyen különbségek lesznek. Nagyszerű. Én azt hiszem, el fogunk jönni mindenképpen, mert mi is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez a betakarítás hogyan végződik és milyen eredménnyel. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeket!